Hello. Hello, sziasztok! Jaj! Hello, sziasztok! Én vagyok Balázs, ő pedig Bede, és ha nem tudnátok, mi vagyunk a Bede és Balázs duó. A mai videóban ezt a Kamilla szobáját, a rózsaszín szobát megcsináljuk fehérre. Igen, mindketten szintévesztők vagyunk, ezt most így itt hagyjuk. A mai videóban... Fogba fogad is váruljunk! A mai videóban venni fogunk 30 kg velatint. Vatelin fogunk venni 30 kilót, azaz 30 kilót. Reméljük, hogy tele lesz Kamilla szobája vele. Vannak kételjénk amúgy, mert nem tudjuk, hogy mennyi is az a 30 kiló velatin, azaz vatelin. Mit terveztek már? Na itt van már! Hát hogy tudja terveztük? Nem mint hogyha végig! Ahogy hogy nem tudod! Na jó, hát csak hallottam, hogy velatin. Mi az a velatin? Na de engem is világosítsatok már fel. Menjünk, vegyük már meg ezt a szar, ne killódjunk. Menjetek. Nézzük. Így bele. Bali! Tetszik az a melltartó betét a szádat. Semmit se látok. Mondjátok, merre kell menni, hallod meg? Baláskám. Eszter. Minek Eszter? Hát én nem látok semmit, tehát én kell Bármi lehet. Itt ezt a csomag cukrot Kamillának, jó? Csak kellene neki ez a légfrissítő is. Vigyünk neki vizet. Vigyünk neki egy kis ásványi vizet is. Most még inni bőle benne, hogy nagyon szomorú. Hagyjad csak később. Meg kifizetjük először. Kis tusfürdőt is viszunk neki, jó? Igen. Ezt hozd már, de minek? De ez minek kell ez neki? Van egy nagy kiszerelésben ez a víziló nevű ital. Ezt pedig el kell vigyenod. Ja. 1800. De mit csinálsz? Mit? Mit csinálsz? Megszámolom, hogy ez így összesen mennyi. És miért számolod meg? Hát nem tudom, megzavartál. Zsorsit elkezdtem, egyikőtől sem mondta, hogy létezik ilyen kártya, hallod. Na, ez nekem kell a motorhoz. Várjál már. Gyertek, nyomjunk egy menetet. Földön, kártyázunk. Tudod. Akkor, miért jöttünk ide? Végül is. Jön a show, tudod. Igen. Ezekért jöttünk ide. Mi a párnákért? Nem. Elsőnek amúgy nagyon erősen gondolkoztunk így mindannyian, hogy vegyünk-e kabátokat, tehát rengeteg kabátot, és abból kivesszük a anyagot. Igen. De valahogy ez kicsit olcsó megoldásnak tűnt ez a, hogyha csak vatelint veszünk. Ezt kell hoznod. Ja, jó. Én beszélek addig a kamerába. Jó. Na, még Lali... Azt kell apukának hozni. Igen, még Lali pakol. Én addig ezt szeretném mondani, hogy nagyon jó, nagyon jó az idő itt bent. Meg láttam nagyon sok leértékelt cuccot. Vigyed Lali, majd megyünk. Jó. Viccen kívül ezzel fogjuk Kamilla szobáját kitenni, ebből 3 zsák van, és ez 5 kilós? 10 kilósak fejenként. Szóval 30 kiló vatelinnel fogjuk kitömni a szobáját, és még veszünk nagyon sok díszít is a szobájába, hogy neki legyen a legjobb karácsonya. Megadunk Kamillának mindent, mert nagyon szeretjük Kamillát. Vagy. Na, ezt Bede hozza. És videóhúz közben. Jó határozott voltál. Egy havai utazást kapok karácsonyra. Hát ez fogalmam sincs mi, de jön velünk. Bármi is az Balázs, vakon csinál az egészet. Mellé megy. Ez jön velünk. Ez a fejére. Jött velünk, ja. Balázs, most visszapakolod őket. Ki félsz? Ki félsz? Mármint nem a izé miatt, amit fogsz, hanem maga te ki félsz. Fuck no baby! Fuck no baby! Gyere Lali! Nagyobb az a szal, mint te! Azt hiszed csirke vagyok, vagy mi? Én ezt beraktam, utána oldjátok meg! Na, végeztem, na mit van? Azért ne rakjuk be ide mellé, mert ennek kell hely. Itt a fő ajándéknak, kékestetőről hoztunk havat. Jó hosszú volt az út. Közben elolvadt. Úgy tevesszük, hogy igazi hóval fogjuk körbe rakni majd, de nem is jött össze. Kellene egy decemberi idő. Tárul elég? Hát, figyelj, esik a hó, kicsit megolvadod, de esik. Mennék már, mert elázok már. Na, hát én nyissad az ajtót, hát mit állsz? Hova tegyük ezt be? Hogy megyünk haza? Imádom ez a kocsi. Egyszerűen olyan kényelmes amúgy. Na, a sofőrülés. Kap be! Nem is látszik! Nem is látszik! Tele van a kocsi mindennel, mindenféle szeméttel. A hátsó ülés tele van mindenféle szeméttel. Igen. Meglett a vatelin. Ez a vatelin. Ki nem tudná mi ez, ebben vatelin van. Meg is mutatom, hogy vatelin, mert hogy rá lehet. Le...
Nem lehet ráülni! Ez szabályosan ki van bontva. Kiszedem. Egy. Megvan. Kettő. Kettő. Három vége. Segítek, Lali, várjál! Áh! Ja, a kezed! Elvágt az ujjam! Ne szavar közbe! Nagyon puha. Ti mi a f*** csinálsz? Mihály, elkezdem kidíszíteni a szavát. Nagy karfi volt, hogy kibontjam az. Nagyon darabra kell venni ezt. Ne segítsen bele! Azt lehet, hogy nem kellett volna. Szerintem k***ára nem kellett volna. Ebből tanulunk. Tanulni kell belőle. Egyébként, csak úgy elmondanám, hogy Kamilla miért nincs a szobájában, azért mert ő korcsolyászni van, ott van a nőjém. És akkor hazajön sielni, b*** meg. Hát komolyan. Lehet, hogy nem álltanak kint egy ablakot. Igen. Hajamat befesti? Nem lesz összes? De! Ó, de nagyon. Látszik nagyon jól. Hallod? Aha. Melír. Fekete pólóba, hogy... Meg. Amúgy van fekete ájzós pulcsink, meg van fehér ájzós pulcsink is. Erre feketét veszünk fel. Egyébként a tesó.hu ezt meg tudjátok nézni, hogyha véletlenül ilyet csinálnátok. Akár. Jó, akkor szolidabb leszek, jó? Hallod? Én úgy vélem, hogy 10 kiló elég lett volna. Elég lett. Apuka sajnos meghalt a videózás közben. Megfulladt a vatelinbe. Látjátok, lefehéredett már teljesen. Nem, ezek csak a hajszálai. Azt hittem, hogy ticsike fekszik ott hirtelen. Esküszöm! És már majdnem térdig ér az egész, és egy csomagot bontottunk még ki. Kicsit rendezzük még el. Jaj, hát jaj! A kicsike! Itt van a kicsike! Ő, azt hittem, ő is volt elén! Következő! 3, 2, 1. Bere, mutasd meg! Ki a kemény? Ki a kemény bele? Mutasd meg, ki a kemény bele? Ésszel, apám, ésszel! Na, markolj, Bere, markolj! Markolj bele, ebbe is vedd ki! Álljunk meg gondolkozni, ez nagyon sok lesz. Ennek soha nincs vége. A Kamillának amúgy ezt a pranket azért akarjuk megcsinálni, ugye, hogy valószínűleg, hogy szerintem idén egy szemhó nem fog esni. Igen. Ezért elhoztuk neki a havat ide a szobájába. Köbb már ki! Fúj! Én már eldobtam ezt az egészet. Fekete ruhába itt vagyok. Én már feladtam itt. Ne veszekedjetek rajta! Okos döntés. Ez aztán... Na gyertek össze egy pár óra múlva. Ez remélem átlátható videóban, hogy már térdig jár. Nagyok vagyunk, ember, nagyok vagyunk. Én csak akarok egy effektet, nézzétek így. Ez jó volt? Nem? Hó effekt. Oké. Okay. Ezt nem hiszem, hogy szétképted, miközben itt meg van kötve. Azt hittem kényelmesen. Gondolhattam volna, hallod? Honnan jó a sírót? Úgy, ez jó lesz, hétfőre jó lesz ez. Miért? Na, ho-ho-ho! Ha megjött a Mikulás! A Mikulás, mi? Mi? A beteg atyája. A seggem. Most úgy érzük, hogy most már Kamillának is kell egy kis örömet szereznünk, úgyhogy most következik Kamilla majd, hogyha hazaért. Mi addig átöltözünk szépen. Pihés lettem! Hú, vége! Mégis vettélek, Vali. Bere a karácsonyfát összerakja. Mennyi az idő?
Ami hív. Halló! Na halló, halló! Halló! Most indulunk egy... Szerintem 5-10 percen belül otthon vagyunk. Jó, oké. Okay. Kapkodjunk már, b***t! Csináljatok már valamit! Az... Tényleg! Viszem! Viszem! Hú, ez így nagyon jó, ez a két szín, ez összeillik. 5 percünk van kb. Szép szépi borizsrá! Ez jó lesz itt a polcán, így bedobozolva? 970 forint rá van írva, az úgy jó. Halljátok, ilyen nincsen meg, de komolyan. De, világít! Hú, mekkora fénye! Ez igazából fantasztikusnál fantasztikusabb, hogy el nem mondj, mit. De most valami karácsonyi ünnepséget is fogunk tartani? Te miről beszélsz? Mi adventi ízét akarsz? Éneklést? Mit szeretnél? Hatalmasat arattunk. Én is segítek. Mi az? Mi legyen? Mi legyen? Hogyha kérdezik, hogy miért vagyunk ilyenek, akkor fogjuk a bukára, és majd a bukára eldönti. Mert. Hello, sziasztok! Bacsi? Veletek amúgy mi történt? Miért kérdezed? Miért kérdezed? Jó, ja, párra csatát tartottunk. Igen. Párra csatát, én nyertem, nézd meg, hogy csupa. Persze! Hát nézd, ha rajta van. Nem szeretnél? Nem menj a faládba. Édesanyámmal együtt. Te látsz a ruházatokon bármit, ami eltér a szokásostól? Itt amúgy mi történt? Kamilla, mivel nem lesz megint szerintem fehér karácsonyunk, és december 2-án úgy gondoltuk, hogy karácsonyba hozzuk a szobádat. Atya úristen. Ez úgy tök jó. Édesanyám, nem azért nézni, hanem hogy kell majd feltakarítani, hogy kell majd feltakarítani, az a része érdekli. Szóval ez úgy működik, hogy... Így. Azért... Ez szuper. Kamilla, nagyon élvezik. Kamillát gépelem. Ma ne! Vissza a gyerekkorba! Tippeljetek egyet. Itt vagy itt van. Bukk fel, Kamilla! Ott volt végig. Srácok, ennyi. Itthon vagyunk, egy kis hotelin, és jól tudjuk érezni magunkat. Ugyanezt mondjuk nektek is, karácsony van, itt lesz a szeretet ünnepe, ti is érezzétek nagyon jól magatokat, és nem kell sok a boldogsághoz, szinte csak ennyi, egy kis 30 kiló hotelin. Nagyon szívesen, Kamilla, máskor nem. Köszönjük szépen, srácok, hogy itt voltatok ebbe a videóba, és köszönjük nektek, hogy megvalósítottuk ezt, nélkületek nem ment volna. Szeretünk titeket, és nem csak a szerető ünnepén, hanem minden. Minden ünnepen! Minden ünnepen, anyák napján is, apák napján is, húsvétkor is mindig szeretünk titeket. És csók. Boldog karácsony! Előre is.